Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte ma a Naplemente Idősek Klubja. Több tucat szépkorú gyűlt össze Hetény egy házán, hogy együtt emlékezzenek meg a jubileumról. Az ünnepségen beszédet mondott Molnár Pál önkormányzati képviselő, aki beszámolt arról, hogy a nyugdíjas klub mára már országos hírnévre tett szert. A legszebb ajándék pedig az, hogy a felújítások mostanra befejeződtek, és a tagok még kellemesebb, modernebb környezetben tölthetik el az idejüket. Nagyné Fekete Julianna az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága idősgondozó szolgálatának vezetője mesélt a klub büszkeségeiről, a színjátszókörről, a kézműves foglalkozásokról, a versenyeredményekről és azokról a kórustagokról is, akik a mai napon bemutatták tehetségüket. Nem kell nékem, senkinek a megúrnyú babája. A Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület képviselője köszönetet mondott továbbá a kecskeméti nyugdíjas kluboknak a Tápláló Szeretet programban való részvételért, amely keretében egyebek mellett befőttek adományozásával segítik a nagycsaládosokat. A témáról bővebb beszámolót holnapi Siesta című magazinunkban láthatnak.